Tavaszból általában országosan gyengén jöttek ki a méhek. Ennek több oka is van. Egyrészt azt gondolom, hogy a tavalyi atkás év, tehát az, hogy 4-5-szöröse volt az atka mennyiség, ami annak a következménye, hogy nem volt akácshordás, a ciklon elvitte az időjárás. Igen, ez igen, és akkor is. Így ugye kimaradt az akács, az idet, igen, ja. És akkor kimaradt a hordás, ami kiszorította volna a fiasítást, ezt az akácmézet, és akkor így az atkák azok gyönyörűen duplázódtak, szaporodtak, tehát a populáció nagyon nagyra nőtt 4-5-szörösére, és az utóbbi évek méhészkedése az arra az jellemző, hogy egyáltalán nem hasonlít a régebbihez, hiszen már most az is fönnáll, hogy év végén nem tudjuk az atkákat a nullához közelíteni, tehát a novemberi-decemberi kezelésnél nem tudjuk 10 alá vinni, mivel legtöbb esetben nem állnak le az anyák, vagy ha leállnak is, arra az egy hétre vagy kettőre, szóval eléggé a melegebb vidékeken nálunk is, Zalába is, lent Baranyába is, meg sok helyen ez a probléma, és nem áll le az anya, és akkor így nincsen az a fiasításmentes időszak, amiben az atkát le tudnánk kezelni. Mondtam a kollégáknak, hogy lehet, hogy pont az erdőirtás, ami a uniónak szemet szúrt az akácerdő, tehát ez majd lehet, hogy azt hozza ki pont egy ellenfordulatot, ami által foglalkozik vele sok szakember, és az OME is, és az lett a vége, hogy nem engedték ugye kivágni az akácfákat, hanem az lett a másik fordulója, hogy inkább hungarikum lett. Tehát a méhének az akác előtti bemelegítés, tehát annak a repcének, a virágporának a maximális élettani értéke, a repcének a fejlődésé, és a nektározása, amikor ő nektározik, akkor a méhe egyszerűen be van zsongva, be van zizeg az egész, szóval azért is a mészúrás is azért is fájdalmas, mert ott igen a repcén, és a kezelés is nagyon nehéz vele, igen. Tehát ez egy rendkívül jó dolog, de csak abban az esetben, hogyha a gazdaságok korrektek, tehát nem permeteznek, meg abban az esetben, hogyha megfelelő talajon van, tehát a kötött talajok, meg a csapadék, tehát a nézelésnél mindig ez a fel. Nem tudjuk, hogy konkrétan 15-e körül elindul, és akkor tisztítom ki a repcét. Tehát amikor elindul az akác, ekkor van tiszta akácmész. Amikor elindul az akác, akkor tisztítom ki az egész keretből. És onnantól kezdve van a gyönyörű szép akácmézem a keretbe. Így történik. Én mondjuk egy 15%-kal kapom többet a leadingnél, a nagyhordóba. Viszont Magyarországon nagyon kevés réteg díjazza azt, hogy bio. És ja, tehát nem is tudom érvényesíteni az üvegemben se, tehát nem is hangsúlyozom se semmi. Meglátja rajta az emblémát, meg minden, akkor ennyi, de úgyhogy én egyáltalán nem adom drágában, mint a másik mézet.